A film elején két szőkenőt látunk, akik keresztrejtvényt fejtenek. A tehén mondja mindig. A tehén azt mondja Hát, az biztos, hogy nem mond ilyet. Ezután megbeszélik, hogy egyikük látott egy ijesztő videót, amit ha valaki megnéz, egy hét múlva meghal. Egy pirítósnyival később ez be is következik. És ekkor jön a főcím. Horrorra akadva 3. Ezt követően egy farmon találjuk magunkat, ahol Charlie Sheen kétszer fejeli meg ugyanazt a lámpát. Charlie sikítozást hall a kukoricásból, aminek forrása egy gyermek. Cukorica gyermekei? A kislányt egy gabonakörtől verte ki a frász, ami nem csoda, mert az négyzet alakú. Ezután az előző két rész főhősét, vagyis Cindyt látjuk, aki híradósnak állt. Ő meg a mikrofont fejeli le, így már is van egy kapocs a két főszereplő között. Talán sikerül összehoznom titeket, hogy megbeszéljétek! Kiderül, hogy Cindynek van egy unokaöccse, akinek igen érdekes látomásai vannak. Látom, hogy kutyaszarban térdelsz. Mi? A gyereknek a kedvenc filmje a Kör, és lassan ideje lenne már annak a franchise-nak is neki kezdenem. Amíg elugrok hitelt felvenni a házra, hogy újabb videókat tudjak nektek készíteni, jöjjön a Let's Roll! Este a lány és barátnője egy repcsatára mennek, ahol Charlie tesója is fellép. A kihívója pedig nem más, mint a latin-amerikai Shrek. Fifi, fi-fi, fo-fo, fun! Shrek ain't no average ogre, son! Az este egész jól alakul, egészen odáig, míg a fickó fel nem csapja a kapucniát. Ne feledjétek, az iskolában az árja nem járja. Odahaza Brenda azt mondja, hogy nézzenek már meg egy természetfilmet a lovakról, mert mindig is szerette volna, ha lenne egy lova. Az persze most sem lesz, csak Samara. Samchi annak rendje és módja szerint kimászik a készülékből, mire Brenda csak annyit mond, hogy Cindy, idehány valami szakadt ribanc! A beszólásért cserébe egy kis Mortal Kombat következik, amit persze a szellem nyer meg. Brenda temetésén a lány megtalálja az ominózus kazit, az unokaöccse pedig újabb jóslattal rukkol elő. Nagy fűrész lesz az éjjel. Még nem tudja, hogy pasi vagy. Cindy megnézi a videót, és már jön is a telefonhívás, ami arra figyelmezteti, hogy 7 napja van hátra, hogy még éljen egy kicsit. Ezért elmegy egy orákulumhoz, ahol megnézik a kazetta másolatát, és felfedeznek benne egy világító tornyot. Hazaérve látja, hogy az uncsi öccse is belelesett a videóba, és szerinte az meglehetősen uncsi volt. Oda át a farmon Michael Jackson bukkan fel, de kiderül, hogy a bőre az csak egy bőrönt, amiben egy UFO lakozott. Ezután rájövünk, hogy ez a világ azért ennyire őrült, mert Leslie Nielsen az elnök, aki azt mondja, hogy... Szóljon az elnöknek. Maga az elnök. Remek, akkor ezzel idősporoltunk. Ma nincs ebéd? Cindy ezután felkeresi a világító tornyot, ami hatalmas, vastag és az ég felé mered. A toronyba lépve a Matrixban találja magát, ahol egy fickó elmondja, hogy Samara az ő gyermeke, aki gonosz volt, ezért a kútba kellett hajítani. Ezt követően a híradó lejátsza a gyilkos videót, míg mindenki meg fog halni az országban. Legalábbis aki néz még híradót. Az apokalipszis túlélése érdekében hőseink a farmra gyűlnek, mint egy gennyes pattanás. A pincébe védik be magukat, majd a férfi neműek kimennek, hogy ellássák az idegenek baját. De helyettük az elnök intézi el őket. Ekkor pár UFO és jó néhány feka is megjelenik, és ezzel kezdetét veszi a boss fight. Boss fight. A feketék egymást nyírják ki, így hőseinket elkapják a földön kívüliek. Akik elmondják, hogy nem is harcolni jöttek, csak egy gonosz kislányt keresnek, mivel ők is látták a gyilkos kazit. Cindy ez alatt a pinyóban megtalálja Samara kutyát, aki meg is jelenik, és átmegy texasi láncfűrészesbe. Hát ott riszálja magát meg minden. De bunyó helyett Cindy közli vele, hogy ha megjavul, akkor ő szívesen örökbe fogadja. Mire Samara azt mondja, hogy... A szeretet feloldozta az átkot és megszabadított. Tényleg? Nem. De ekkor jön az elnök, és visszalöki a rémséget a kút fenekére. Rá is tolnak egy hatalmas fedőt Samara börtönére, és ezzel vége a küzdelemnek.
A boss fight után hőseink összeházasodnak, aztán nászútra indulnának, de a gyereket majdnem ott hagyják. Mondjuk azt nem tudom, miért akarják magukkal vinni a nászútra. Nem elég, hogy megfeledkeztek a srácról, de mikor visszatolatnak érte, kis hián elütik. Az igen. Akkor jöjjön a videó végi üzenőfal, ahol Kocsis Martin Patreon támogatom szavait olvasom be nektek. Aki jó fejmód, rímbeszedte mondandóját. És az valahogy így szól. A ciklonnak arca van, a szikláknak szeme, a sikolyhatra már nem tudjuk kikinek a mije. Bár Kirby nő, a leprikán férfi, ezért jó a Roldemort nézni. Ha te is szeretnéd, hogy egy videó végén beolvassam rövid üzenetedet, akkor keresd a csatlakozás gombot a videó alatt, és válaszd a túlélő díjas tagsági szintet. Vagy látogass el a Patreon oldalamra, és legyél ezüst vagy aranyszintű támogatóm. Amihez link a videó leírásában lesz. De a legfontosabb, hogy itt voltatok, és megnéztétek a videót. A bugi ember tartsa meg jó szokásotokat. Fifi, fi, fi, fo, fo, fun. Shrek ain't no average ogre, son.